Jó estét kívánok, kedves nézőink! Folytatjuk a hírórát a kiemelő magazinunkkal, melyben részletesebben is beszámolunk azokról a régészeti leletekről, amelyekre a Kaszap utcai feltáráson bukkantak. De megmutatjuk önöknek azt is, hogy milyen különleges karácsonyi műsorral kedveskedtek a Matkói úti hajléktalan ellátó központ lakóinak. A nap vendége dr. Kraszkó Károly, a TIT elnöke lesz, aki egyebek mellett beszél a Tudomány és Művészetek Ház sorsáról, valamint a tudományos ismeretterjesztés fontosságáról. De stúdiónk vendége volt Csombor Teréz, a Katona József Színház színművésze, valamint ifjabb Tarackközi Zoltán, a színház hangtárvezetője is, akiket egy-egy díjjal tüntettek ki a múlt héten. Velük Kriskó János kollégánk beszélgetett. Kérem, tartsanak velünk! A múlt héten adtunk hírt arról, hogy megnyílt a természettudományos tudástár és élményközpont a Tudomány és Művészetek Házában. A stúdiónkban van már dr. Kraszkó Károly, az élményközpont megyei elnöke. Üdvözlöm! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat! Jó estét, köszönöm szépen a meghívást. Hát mindenek előtt akkor beszélgessünk arról, hogy olyan eszközökkel, olyan felszerelésekkel, gyakorlati eljárásokkal találkozhatnak itt a gyerekek, illetve a fiatalok, ami hát kuriózumnak számít, és hát az órákon nincs rá arra lehetőség, hogy ezekkel kísérletezzenek. De milyen témaköröket foglalnak magukba ezek az előadások, illetve foglalkozások? Hát az iskolák felszereltsége azért különböző. Vannak nagyon jó felszerelt és vannak kevésbé felszerelt iskolák. Szeretné ez a tudástár, ez az élményközpont ezeket a hiányosságokat egy kicsikét kiegészíteni, vagy talán pótolni. 120 téma, 24 témakörbe lehet sorolni. Hát ez amiről, nagyon pazarnak tűnik. Amiről itt szó lesz a 28 hónapos projekt során. Ez egyben azt is jelenti, hogy hetente 750 fiatal vesz részt a foglalkozásokon. Összesen a projekt végéig 12 000 fiatal vesz részt ezeken a foglalkozásokon. 26, illetve most már 27 iskolából, ebből 13 vidéki iskola és 13 vagy 14 a kecskeméti iskola. Innen jönnek a fiatalok. Ezek jó részt önkormányzati fenntartású intézmények? Igen, önkormányzati fenntartású intézmények. Felsőtagozatos, illetve középiskolás diákok vesznek részt ezeken a foglalkozásokon. Na most 120 témakört említett. Na most amikor megírták ezt a... 24 témakör, 120 téma. Azt igen. Hiszem, így. Na most mekkora stáb volt az, amelyik eldöntötte, hogy mifele koncentrálódik mindez? Mert azért ez nagyon bőségesnek tűnik. Igen. Hát egy éves előkészület van mögöttünk. Itt a projektnek az igazgatója, az a Szabics István igazgató, ő fogta össze az egész programot, és 60 körüli tanár vett ebben részt, akik majd bonyolítani fogják ezeket a foglalkozásokat. És milyen témakörökben? Hát egyet-kettőt azért mondjunk. Igen, jó? Hát kémiai kísérletek például. Olyan kémiai kísérletek, amiknek a felszereltsége itt meg lesz, és az iskolákban azért nincs meg, vagy csak egy-két iskolában lehet meg esetleg. Fizikai, fizikokémiai kísérletek, 3D-s nyomtató, hát a digitális technika mindenféle formában megjelenik. Ezen kívül a projekt tartalmaz a robotikát illetően olyan kísérleteket, robotépítést is például, amik szintén nem minden iskolában vannak meg. Hát nagyon hosszú lenne felsorolni most az összes témát. De viszont a kecskemétiek egyébként nagyon jók a robotikában. Tehát a csapatversenyben hát tarolunk, hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk. Hát most a projektnek a sajtótájékoztatóján is volt egy robotika bemutató, ami nagyon érdekes volt. És hadd mondjak még egy témát, ami nagyon érdekelte a fiatalokat, a kriminalisztika témaköréből. Ilyen szakember, aki hát különböző bűn megelőzési vagy a bűnelkövetéssel kapcsolatos tevékenységköröket
És hogyan lehet be, lefülelni igen, egy bűnözőt? Miben? Hát, azt nem tudom, mert hogy erről is, le, mik voltak erről, azok erről a is lesz szó, de az biztos, hogy bűnügyi technikával megismerteti a fiatalokat, nagyon nagy az érdeklődés ebben az irányban. Szóval nagyon sokféle, és olyan témakörök, amik igazából véve az iskolai tanrendben nem biztos, hogy beleférnek, de azért érdekli a fiatalokat. Ez az egyik dolog, amire odafigyeltek az összeállítók, a tanrend összeállítói. A másik pedig, hát ugye egy másfél hetes program van mögöttünk, és úgy látjuk, hogy azért is nagyobb az érdeklődés, mint például egy iskolai tanórán, mert nincsen számonkérés. Hát sokkal lazább a dolog. És igen, uh-huh. És nem stresszeljük a diákokat. Érdeklődve figyelik, hogy uh-huh. mégis miről van itt szó. Összesen, párhuzamosan, hány helyszínen folyhatnak itt a foglalkozások, előadások? 5 tantermet alakítottunk igen. ki. És hát az 5 tanteremben párhuzamosan folyhatnak az előadások. Itt pedagógusok fogják... Pedagógusok, igen. Pedagógusok ezeket a foglalkozásokat tartani? Pedagógusok uh-huh. tartják a foglalkozásokat. Vagy szakemberek, hát például... Tudományos munkatársak. Uh-huh. Igen, vagy például, hadd említsem meg, hogy a világbajnok pilóta, Szabó Topi Zoltán például. Mint márkanév. Igen, aha. Igen. Igen. Talán nem emelnék ki több szakembert, mert akkor valakit biztos, hogy megsértek, majd gondolom, hogy erre még majd később visszatérhetünk. A büfé részben, a volt büfé részben gyülekeznek igen. a fiatalok, ott várják a tanóra kezdetét, ott is el fogunk helyezni szimulátorokat, uh-huh. és mondjuk két pingpongasztalt, hogy azért hasznosan töltsék el az időt, és a várakozásnak az idejét. Na most számtalan eszközről tetszett beszélni. Na de hát hogyan lehet ezeket beszerezni? Tehát az egy hatalmas nagy apparátusról van szó, nem? Eszközapparátusról. Hatalmas nagy eszközapparátus, hát ha 106 eszközről van szó. Minden itt van már a helyszínen? Vagy folyamatosan szépen bővülnek ezek a dolgok? Mindenek itt kéne, hogy legyen a helyszínen, igen. de az órarend, illetve a téma csoportosításnak megfelelően el lehetett kezdeni a foglalkozásokat, mert ahhoz már megvoltak az eszközök. És hát azért van még egy pár olyan eszköz, a közbeszerzési eljárás miatt nem olyan gyors ezeknek a beszerzése, mert csak utána lehet, amikor a pályázat lecsengett, utána lehet megrendelni ezeket az eszközöket, és akkor sem biztos, hogy egy szállítója van, de lehet, hogy 3 gyártója. Uh-huh. Tehát ez azért a bonyolítást, a beszerzést nehezíti. Nem úgy van, hogy bemegyünk a boltba, és akkor megvesszük, hanem egy pár olyan eszközünk van, ami egyáltalán Európában se lehet beszerezni. És akkor így azért egy kicsit... Lehet, hogy akkor a tengeren túlról utazik igen, majd igen, ide, a világ közepére, Kecskemétre. Igen. Uh-huh. Értem. Miért is fontos egyébként a tudományos ismeretterjesztés, illetve ismeretszerzés ön szerint? Már a fiatalok körében, diákok körében. A tudományos ismeretszerzésnek és a tudományos ismeretterjesztésnek óriási története van. Majdnem 200 éveset, 179, 1841-től beszélünk ittről, tudományos ismeretterjesztésről. Bugát Pál volt az első, orvos volt egyébként, akadémikus, aki a TIT-nek, az ősének az első országos elnöke volt. És hát ez a civil szervezet, ez egy sajátos civil szervezet, ez egy társadalmi szervezet, a társadalom minden rétegét be tudja vonni a tudományos ismeretterjesztésbe, és azt a tudományt terjeszti, ami biztos, hogy igaz, ami kipróbált. Amire azt mondják a tudósok, hogy igaz. Na most hát olyan országos elnökök jelzik, fémjelzik a tudományos ismeretterjesztést, mint például Szent Ágotai János, világhírű anatomus volt, vagy Vizier Szilveszter, akit már mostan többen ismernek, vagy hát a Hámori József akadémikus, aki mostan TIT-nek az elnöke. Tehát valódi, kipróbált tudományt terjeszt a tudományos ismeretterjesztés. Egyrészt, másrészt a fiatalok felé azért is fontos, mert a természettudományokat megszeretteti. És közelebb is hozza. Hát ezeket igen. a dolgokat. Abba ugye pláne, hogyha már kísérletezésről van szó. Ha elkezdik szeretni, akkor már közelebb kerülnek hozzá. Egyébként ezekre a foglalkozásokra lehet még jelentkezni, vagy most már megvan a tematika, megvan a koreográfia, ki, mikor jön, és így tovább. Tehát ebben már nem lehet beleférni továbbiakban.
Hát, ha nagyon röviden kéne válaszolni, akkor nem. Igen. De és ezek egyébként ingyenesek, ezek a foglalkozások? Teljes ez sem egy utolsó. Teljes dolog. Egészében ingyenesek, ezt a pályázat finanszírozza. Uh-huh. Olyannyira, hogy még a kecskeméti diákok is a beközlekedéshez buszjegyet kapnak, hogy ez se kerüljön pénzbe, a vidéki diákokat pedig tömegközlekedéssel, finanszírozott tömegközlekedéssel hozzuk be, teljes egészében ingyenesek. Nem tudunk nagyobb létszámot befogadni most már. De ennek is nagyon örülünk egyébként, meg a diákok is, és biztos vagyok benne, hogy erre vissza fogunk térni, és meg fogjuk kérdezni azokat a fiatalokat, akik ezeken az előadásokon részt vettek, hogy milyen élményekkel távoztak önöktől. És meg egy utolsó kérdést szeretnék öntől legalábbis választ kapni, hogy a Tudomány és Művészetek Háza igazából megtartja a funkcióját, kibővítik a funkciót, vagy hogyan kell ezt elképzelni a továbbiakban? Mert óriási kérdőjel volt, hogy na, mi lesz a Tudomány és Technika Házával? Hát igen, mert a TEKA megszűnt, ugye, jó kis különböző hely volt. Koncertek igen. Voltak, megszűnt. Lesznek. És ezt nem tudom, bízunk benne, hogy azért valamit a régi funkciójából ez a büfé rész visszakap. Külön színfoltja volt. De hát igazából véve a Tudomány és Művészetek, vagy korábban Tudomány Technika Háza néven, zsinagóga, az igazából egy kongresszusi központnak lett megépítve Kerényi Józsefnek köszönhetően, és hát ezt a kongresszusi központi szerepet be is töltötte sokáig. Itt a tulajdonosként a TIT és a METESZ működtette, a METESZ tulajdonosi jogállása megszűnt a házba, úgyhogy most a fél ház tulajdonosa a TIT, a másik fele pedig hát új tulajdonosra vár. Uh-huh. És akkor hát én gondolom, hogy ugyanígy konferenciaközpontként fog működtetni, hát az új tulajdonos a másik fele részben majd meghatározza ezt. A büfé rész, tudom, hogy az a rész, ami legtöbb embert érdekel, vagy főleg a fiatalokat érdekli. Mindenképpen valamilyen büfé funkciót kell biztosítani, már most is a 28 hónap alatt, hát azért az ott tanuló gyerekeknek is elengedhetetlen, meg nyáron lesz nyári tábor. Igen, értem. Egyrészt, másrészt meg én úgy gondolom, hogy amikor nincs ilyen foglalkozás, vagy valamilyen foglalkozás, akkor azt valahogy majd ki lehet használni. Vannak már tárgyalások, azt tudom mondani, és hát biztatóak ezek. Hát nagyon pozitív volt ez a lecsengés ennek a beszélgetésnek. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó munkát kívánok önöknek, sok mosolygós tekintetet az előadások során, és remélem, hogy majd beszámolhatunk ezekről az új dolgokról is. Én köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy mennyiségű leletanyag került elő a Kaszap utcai régészeti feltáráskor. A fontos belvárosi ásatáson egy korai, újkorra tehető csontnyelű vaskés, illetve egy 1762-es Mária Terézia krajcár mellett konyhai hulladékként értelmezhető állatcsontokat, kerámia edény töredékeket és fémtárgyakat is találtak a régészek. Rendkívül fontos ásatás zajlik a Kecskemét Kaszap utca 7 szám alatti telken. Az ehhez hasonló feltárások nagy jelentőségűek, mivel a beépítettség miatt kis számban van lehetőség kutatásra Kecskemét belvárosi részén. A munkakezdés az gépi földmunkával zajlott, ekkora modern törmelékes réteget eltávolítottuk a kutatási felületről. Ez nagyjából egy 400 négyzetméter nagyságú felület, itt lesz ugye a mélygarázs. Majd a gépi földmunka után, illetve a során egy 17-18. Századra keltezhető sárga homokos réteget értünk el, amiből kerámia töredékek, illetve lövedékek is előkerültek. És hát ebben a rétegben különböző jelenségek foltjai kerültek elő, ezeket láthatjuk most kibontott állapotukban. És hát innentől kezdve a gépi földmunka az leállt, és ettől a fázistól ezeket a jelenségeket, amiket mi objektumoknak hívunk, kézi erővel bontjuk ki őket. Minden belvárosi feltártelek sok mozaikszerű információt ad, amik összeillesztésével a város múltjáról egyre több mindent tudhatunk meg. Annyi látszik, hogy a 18. században ez már egy megtelepült rész volt, egy beépített rész volt, ezt mondjuk a térképi források is alátámasztják, itt viszont kézzelfogható nyomát találjuk meg ezeknek az időszakoknak, illetve ezek előtti időszakoknak is, amelyek a feltárt jelenségek formájában, illetve például a fal formájában most kézzel és
kézzel tapintatóak és szemmel láthatóak. Az ásatás helyszínén társasház és mélygarázs fog épülni, és mivel a topográfiai kutatások alapján Kecskemét város középkori, kora újkori városmagjának kiterjedésén belül, annak északi részén helyezkedik el, a Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársai december közepétől megelőző feltárást folytatnak a helyszínen, mintegy 400 négyzetméter kiterjedésű felületen. A régészek munkáját nehezíti a hideg idő, a fagy, és az is, hogy egymásba ásva kerülnek elő a leletanyagok. Ezért minél több metszetfalat húzunk, metszetfalakat hagyunk meg, amelyek alapján látszódnak ezeknek a gödröknek a betöltéseik, illetve egymáshoz való viszonyuk, tehát hogy melyiket ásták melyikbe. Itt pedig az egyik jelenségünk, az egyik objektumunk metszetét láthatjuk. Említettem, hogy ezeket a metszeket képi, illetve rajzi formában dokumentáljuk. Itt éppen az látszik, hogy Horváth Dóra kolléganőm rajzolja ennek az áraknak a betöltését. Az ásatáson állandó fémkereső jelenléte mellett zajlik a jelenségek feltárása. Ennek már meg is van az eredménye. Rengeteg kerámia töredék került elő, mindenféle edény, nagyon díszes formában. Előkerültek fémtárgyak is, egy korai korra keltezhető csontnyelű vaskés, egy evőeszköz, illetve egy 1762-es Mária Terézia krajcár is. Ezeknek a leletanyagoknak az egy része a régészeti korszaknál későbbi, viszont nagyon fontos a mi szempontunkból, hiszen helytörténeti szempontból nagyon-nagyon értékes információ bővíti azokat a dolgokat, amiket eddig tudtunk Kecskemétről. De nem csak tárológödrök, szemetes gödrök, cölöpjukak és árkok, hanem egy több osztatú lakóház alapozási fala is előkerült a munkálatok során. Itt látható az említett több osztatú háznak az alapozási fala. Itt, hogyha rétegződését megfigyeljük, akkor jól látszik, hogy egy ilyen sárga homokos rétegen áll ez a valami, erre tették, áll ez az alapozási fal. És itt pedig már maga a falnak a szerkezete látható. Ebben réti mészkő töredékek mellett agyag, illetve mindenféle más töredék, például téglatöredék is észrevehető. A jelenlegi feltárás még csak a munkák első fázisa. Miután ezzel a szinttel, ezzel a felülettel, ezekkel a jelenségekkel végeztünk, bontásukkal, azok után, dokumentálás folyamata után mélyebbre fogunk menni. Ugye a mélygarázs még vagy 2,5 métert méteres szintsüllyesztéssel jár, így feltárás, dokumentálás, légifotózás, geodéziai mérés után ezt a réteget szintén elszedjük, és elképzelhető, hogy újabb korszakok, újabb rétegek, korábbi időszakok szintén elő fognak kerülni a későbbi munka során. December 10-én adták át a Magyar Teátrumi Társaság által a színházi háttér és kiszolgáló szakmák művelőinek odaítélt díjakat. Idén ifjabb Tarackközi Zoltán, a Kecskeméti Katona József Színház hangtárvezetője kaphatta meg az elismerést. Azonban a színház kétszeresen is büszke lehet. December 11-én adták át az Úze díjakat. Az elismerést idén Csombor Teréz színművésznő vehette át. Velük beszélgetett ma délután kollégánk Kriskó János. Két fontos országos díjat hoztak el a Kecskeméti Színház szakemberei a közelmúltban nagyon fontos eseményekről. Köszöntöm a stúdióban Csombor Teréz művésznőt és Tarackközi Zoltánt, a hangtár vezetőjét. Hát akkor gyors egymás utánban, kezdjük a Tetszával, aki később kapta meg a díját, e hét elején, nevezetesen hétfőn Óze díjat kaptál. Igen. Kedves Tetsza, ez az Óze díj ugye egy olyan mellékszereplőnek járó díj, amit még Gobbi Hilda alapított. Így van, Gobbi Hilda alapította. 1940-ben játszotta a Nemzeti Színházban, utána néztem, a Ibsen Pergüntjében a Pergüntnek az anyját. Ez egy kisebb szerep volt, de abban állítólag csodálatos volt. Hát én láttam néhány Pergünt előadást, és azt gondolom, hogy a szerep önmagában fantasztikus. Nyilván egy jó színésznő nem árt neki, hogyha van. Kedves hát Tetsza, te a közelmúltban, ahogy így visszaszámolgattam, 2016-tól kezdődően, ugye alig 2 év telt el,
5 rangos díjat kaptál. Hát igen. A poszton te voltál a maszk. A színész zsűrinek a legjobb színésznő díjat, tehát nekem szánták, nekem adták. És ugyanerre a szerepre a Macska a forró bádogtetőnbe a kritikusok díját is megkaptam, a legjobb mellékszereplő díját. Ami azért nagy dolog, mert az ott nagy. Ugye Törőcsik Marival voltál versenyben azért a díjért. Pontosan, így van, így van. Na, ez nagyon kiváló. Utána kaptál a várostól egy Katona József díjat, aztán kaptál egy Pro Cultura Hungarica emlékérmet. Így van, ahogy tanítottam a Patkosírban művészeti iskolában, és még most is emlékezik rám az igazgató úr, és 12 év után most így megkaptam a Patkosírban díjat. Itt meg az Óze díj. Hát na igen. Szóval, a kérdésem az, hogy téged egy időre elfelejtett a színház, ebben a városban közbeszéd tárgya, tehát nem pletykálkodunk. Persze. Viszont... Érzel-e valami olyat, hogy ez egyfajta elégtétel, hogy most itt hirtelen sorra érkeznek azok a rangos díjak, amit nem lehet megrendelni, csak kiérdemelni lehet? Érdekes, ezt így még nem éreztem, hogy őszinte legyek. Én csak csodálkozom nagyon, hogy most fedeznek fel, amikor hát valamikor mennyivel nagyobb szerepeket játszottam, például Győrbe is, meg főszerepek, meg minden is. Hát helyi díjakat azért kaptam Győrben is, ezt nem mondom, de most nagyon meg vagyok lepődve, de most, hogy így mondod, hát érzek akkor most már. Örülök, hogy ezt így sikerült előhívni belőled ezt az érzést. Zoli, te azon háttéremberek közé tartozol a színházi munkában, akiket viszonylag kevésszer ismernek el. A hangtár vezetője vagy, arra kérlek, nagyon röviden mondd el, hogy mi is a te munkád? Eléggé összetett igazából a hang, bármi, ami a színházban hanggal kapcsolatos, illetve videóval az a mi feladatkörünk. Az egyszerű effekt bejátszásokon keresztül azok a gyártásán, hangfelvételek, videófelvételek készítésén től egészen a zenekarok hangosítása, ugye a zenés előadásoknál a mikroportok hangosítása, beállítása, együttműködve a rendezővel, zenei vezetővel, Károly Katival, aki nagyon fontos iránymutatásokat ad egy ilyen zenés előadásnál. Fölteszem, hogy nagyon igényes is, tehát nem mindegy azért, igen, hogy szólal igen. Meg az a bizonyos mikroport. Szoktunk vele néha vitatkozni, nem mindenben egyezik a véleményünk, de abszolút segítőkész, kiváló szakember is, és nagyon jó támogató. Te, ha jól számolom, a 12. évadodat töltöd a színháznál. Mennyire fontos, hogy csapatban dolgozzatok? Mert hát nyilván egy szál magad hiába ülsz a pult mögött, azért ez még számos ember munkáját feltételezi. Hát egy előadás, ez, ahogy igazából a Fekete Péter is mondta a díjjal kapcsolatban, ez egy abszolút csapatmunka. Tehát ez csak úgy működik, hogyha a fogaskeréknek minden foga megvan, és minden foga tökéletesen működik. Ha valami hibázik, volt már rá sajnos példa, akkor ott van a gyors SOS megoldás, meg a megoldáskeresés. Mindenképpen fontos, hogy ez egy csapat. Akár hangtáron belül, akár a színház egészét nézzük. Teca, te valaha főszerepek sorozatát énekelted és táncoltad ebben a színházban. Mennyire könnyű átállni arra, hogy az ember tudja, hogy mostantól kisebb feladataim vannak, és mennyire sok munka ezeket olyan szinten megoldani, hogy be lehessen söpörni ezt a számtalan díjat? Hát ez nagyon jó kérdés. Könnyen átálltam, mert én mindig tulajdonképpen színésznő is akartam lenni, de leginkább énekesnek használtak, vagyis a primadonna meg a szobrett szerepkör, tudjuk, hogy ahhoz miből áll, de azt éreztem, hogy több lenne bennem így a dráma felé. Csak így nem fér bele, hogyha annyi zenés szerepet kaptam, akkor tulajdonképpen. De a Bóryoska már elkezdte volna. Beleragadtál egy skatujába, így is kérdezhetem. Hát tulajdonképpen igen, mert hogy általában három zenés megy, akkor háromba benne vagyok, akkor ha a prózát is én játszom, mit játszanak a többiek, ez is igaz. Lényeg az, hogy tulajdonképpen nekem könnyen ment ez az átállás. Az sem annyi, hát idegesít, hogy mondjuk kövérebb vagyok, mint kéne.
De tulajdonképpen passzol az érzésemhez és a szerepkörömhez, úgy gondolom ez az alkat, és vállalom is teljesen, sőt, mi több, még rá is teszek néha egy-két lapáttal, hogy akkor menjünk át komikába. Tehát nem kell téged győzködni arról, nem, hogy mondjuk rád adjanak esetleg egy olyan kosztümöt, ami nem. Még hangsúlyozza. Sőt, mi több, most itt a nyári a nyaralásban például én sokkal jobban elmaszkíroztam volna magam, de nem engedte a rendező, úgyhogy pedig szerettem volna. Tehát végül is akkor ezzel a részével nem kell küzdened. Nem kell egyáltalán. Örülök, ha drámát is játszom, nagyon közel áll hozzám, igazán sokat megéltem ebben az életben, úgyhogy és ezt a díjat általában, bocsáss meg, hogy belebeszélek, mert megnéztem, hogy kik kapták. Mind olyan típusú karakteres emberek, olyan erős egyéniségek kapták. Hát nagy valószínű, szóval, hogy epizód szerepet sokan játszanak, de hát igen. Azért Ose díjat viszonylag kevesen kapnak, ezt hát is igen. Tudjuk. Te még abban a korszakban kezdtél el énekelni, amikor ismeretlen volt a mikroport. Zavart-e téged, hogy van ott egy ilyen zavart. Hangrendszer a háttérben, igen? Zavart, ám bátor valóban sokkal nagyobb erővel kellett áténekelni, mondjuk egy 45 tagú vagy 50 tagú zenekart, kétségtelen, hogy ott egy olyan képzés van, amit manapság nem is tudnak az énekesek, ha kivennénk a mikroportot, hát nem tudom. Nehezebb volt, az biztos, de élőben, szóval én jobban szerettem. Nekem ez nem szimpatikus, hogy valami jó veretes akármi darabban van itt ez a madzag, meg a mikroport, meg mi fene. De könnyebbség a kollégáknak, vagyis hát nekem is most már. Zoli, beszéltünk arról, hogy a zenei vezetővel, meg a rendezővel olykor vannak nézetet, na is a színészekkel. Akik ugye köztudottan érzékenyek, nem érzik úgy, hogy ők nem hallatszanak eléggé? Nem, nem. Ezt kell mondanom, hogy az elmúlt 4-5 évben eleinte volt egy kis nehézkes előrehaladás, de az elmúlt években gyakorlatilag olyan magától értetődően működik minden. Én mondhatok ide valamit? Az ő javára? Mert mindenki nagyon bízik benne, nagyon jól csinálja a dolgát, tehát itt nincs kérdője, én így látom. Annál is inkább gondolom, mert ugye megnéztem a Zoli honlapján, vagy ha nem is a honlapján, azon a bizonyos közösségi oldalon, hogy közel 100-an gratuláltak neki a díjhoz, és javarészt házon belülről, igen. Ami azért mégiscsak arról szól, hogy sokan úgy gondolták, igen. Hogy ezt a díjat te megérdemelted. Van-e neked időd arra, hogy bármi más csinálj, mint a színházban keletkező hangokat gondozd? Nagyon kevés, nagyon kevés. És ezt nem éled meg az autonómiát csorbításaként? Néha kicsit ugye alábbhagy a lelkesedés, ha az ember ugye fáradt, vagy nehezebben mennek a hétköznapok, de ha valaki szereti csinálni, vagy hivatásának tekinti ezt az egészet, akkor valahogy mindig az kerül előtérbe, és minden más egy kicsit háttérbe szorul. Tetsz, amikor én először találkoztam azzal a helyzettel, hogy te mást is tudsz, mint operett szerepeket játszani, akkor éppen a Laurát játszottátok, ami elementáris élmény volt, de aztán nem sokkal később jött a Spírónak, a Prahja, ami szintén releváció. Elhiszem. Nagyon, mintha neked írta volna a mester. Azt éreztem én is. Túl sokat nem kellett színészkedni benne. És a közelmúlt béli egyik élményem, a Macska a forró tetőn próbálja közben, mondta Zsótér Sándor, hogy talált magának egy színésznőt. Most is Zsótér darabot, vagy Zsótér rendezte darabot, próbálsz. Jó a ti együtt működésetek, mert ő azt mondják a Sándorról, hogy ő azért nem könnyű ember. Hát anyagtól is függ, úgy látom, mert ez most egy nagyon nehéz anyag. Brecht, Bál, ez borzasztó nehéz szöveg. Tulajdonképpen hát nem teljesen érvényes az átélős színjátszás itt most, itt aggyal kell. De hát Brecht eredendően elidegedik, hát, egy kicsit vagy eltávolít, igen. Kétségtelen, de még jobban, mint ott kéne. Nagyon jó vele dolgozni, mert rendkívül okos ember, annyira jól, egy mondatban annyi mindent belelát, és akkor azt belénk súlykolja, és hát fel van pörögve állandóan, egy élmény őt hallgatni, mert csuda érdekes ember, és nagyon nagy a tudása, nincs mese. Én jobban örülnék, ha most nem a Brechtet rendezni, hanem valami mondjuk ilyen Tennessee Williams-et. Igen, de hát tudjuk, hogy ő azért azt gondolom, hogy igen, erősen elkötelezett a Brechti világ felé. Így van, kétségtelen. Yeah. Fiamot mindig, tehát
az osztályát is mindig a Brechtel, tehát ő ezen nőtt fel, a Petihez közel áll az Obrecht. Na most, hogy partnerek vagyunk, gondold el a Petivel. Na, hát és ez milyen érzés? Többször hát, megbeszéltük már, ez most hogy te érdekes, kétszeresen aggódsz. Mert ilyen érdekes helyzetben még nem voltam, hogy mind a ketten, tehát riválisok vagyunk, szerelmesek vagyunk a Bálba. A Peti is szerelmes, meg én is. Szóval egy ilyen nagyon érdekes darabról van szó. Remélem, kedvet csináltunk ahhoz, hogy ezt az előadást is megnézzük majd. Zoli, van-e bármiféle olyan hobbi az életedben, ami kívül van az autókon, meg a hangrendszereken, mert azért azt már lehetett rólad olvasni, hogy erősen elkötelezett autómán vagy. Igen, szeretem. Fotózgatok néha, hogyha szabad időm engedi. Azt szerettem, abban látok perspektívát, illetve az érdekel. Vajon a színházi világot fotózod-e? Volt az is, próbálkoztam. Annó volt egy előadásunk a Ruszt színpadon, és ott nem fog eszembe jutni a rendezőnek a neve. Ez egyik próbát engedte, hogy végig fotózzam. Gyakorlásnak jó volt, illetve arra, hogy fölmérjem, hogy hol kell még fejlődni, de inkább színházon kívül. Rendkívüli módon örülünk annak, hogy ketten is díjat kaptatok mostanság. Azt gondolom, hogy nagyon szép ajándék a karácsonyfala. Legyetek vele nagyon boldogok. Köszönöm. És a szerkesztőség minden tagja nevében jó szívvel gratulálunk. Még egyszer hozzá köszönöm, hogy bejöttek. Köszönöm hozzá. Köszönjük szépen. Egy különleges karácsonyi műsorral kedveskedtek a Matkói úti hajléktalan ellátóközpont lakóinak. A Régi Karácsony című színházi előadás egy polgári millióben játszódó történet volt. Hárfaszóval hangolták a karácsonyra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat komplex hajléktalan ellátó és rehabilitációs központ lakóit a Matkói úton. Idén különleges műsort mutattak be az Arany Szamár Pápszínház művészei. A Régi Karácsony című színdarab egy polgári millióben játszódó kerettörténet, melyben egy Fekete István novella és egy népmese átirat hangzik el, varázslatos tárgyakkal és sok-sok énekkel. Az érdekessége vagy a különlegessége ennek a az előadásnak, hogy végig hárfa kíséret zajlik, és rengeteg ének, népdalfeldolgozás, én még azt gondolom, hogy több vallási ének is elhangzik az előadásban. És ezek a mesék különleges tárgyakkal vannak elmesélve. Értem ez alatt, hogy van például egy óriás könyv, egy ilyen 3D-s könyv, amit lapozgatunk, és úgy meséljük el a történetet, és van egy varázskocka, amit pedig forgatunk, és a különböző oldalaival, kvázi mint egy képmutogató meséljük el a történetet. És van egy kerettörténet, ami egy testvérpárról szól, várják a karácsonyt, várják a vendégeket, és nem jön el senki. És igazából ezekkel a különleges ajándékokkal és történetekkel ajándékozzák meg egymást, ami nekik gyermekkorukban nagyon, nagyon jó és kellemes élményt okoztak, és ezt felidézve emlékeznek a régi karácsonyokra. Patai Edit, a hajléktalan ellátóközpont intézményvezetője elmondta, egy pályázat segítségével tudták megszervezni ezt a karácsonyi ünnepséget. Intézményünket az ősz folyamán kereste meg Labát Ferencné Mária, azzal a kéréssel, hogy a városi támogatási program keretén belül egy sikeres programot, pályázatot nyert, amelynek a címe Fekete István régi karácsony című színházi előadása. Ezt a rendezvényt, ezt a műsort szeretnék itt az előadók, az hajléktalan szálló lakóinak bemutatni a mai nap folyamán. A Máltai Szeretetszolgálat nagyon fontosnak tartja a rászorultak segítését. Nagyon fontos az szerintem, hogy karácsonykor ne csak a fizikai szükségleteiket elégítsük ki ezek
ezeknek az embereknek, hanem egy picit azokat a régi emlékeket is előhozzuk, ami gyermekkorban, fiatalkorban, vagy amikor még családban éltek ezek az emberek. Érdekes volt, mert a tavaly előtti karácsonyi készülődéskor egy nagyon érdekes mondat ütötte meg a fülünket az ellátottak részéről. Nem a karácsonyfa és az ajándék hiányzik ezeknek az embereknek, hanem az az illat, amikor otthon készültek a sütemények. Én remélem, hogy ha illatot most nem is tudunk biztosítani, de egy jó érzést tudunk adni a hozzánk segítségért forduló embereknek. Az előadást pedig nagyon élvezték a hajléktalan ellátó központ lakói. Sokat nevettek, nagyon jól érezték magukat. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Négy naperőmű épül Kecskeméten, a megújuló energia a városban 1000, a térségben 5000 háztartást láthat el árammal. Az erőművek 2019 év végéig üzembe állhatnak. Két új digitális táblát kapott a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor gyakorló általános iskola. Az összesen 2.800.000 forint értékű modern eszközöket a Knorr Bremse fékrendszerek Kft. Ajánlotta fel. Mária Terézia krajcár és számos edénytöredék került elő a kaszapucai régészeti feltáráson. A leletek 17., 18. és 19. századiak, de a folytatásban korábbi korszakok tárgyai is előkerülhetnek. Ajándék műsort adott a Hírös Agóra óvodás és iskolás csoportoknak. A rendezvény másik apropója a Magyar Vöröskereszttel közösen szervezett jótékonysági gyűjtés volt. Karácsonyi hangulat költözött a Bács-Kiskun megyei kórházba, a Pótszék társulat szórakoztatta a közönséget. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket, 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk, és várjuk Önöket. Viszontlátásra!